Köszöntök mindenkit! Tomasz András vagyok, Pécsi Orvosi Népegészségügyi Intézetnek a doktorandusza, és a Vita Krisztál cégcsoportnak a termékfejlesztő munkatársa, a termékek fejlesztésével, prezentálásával foglalkozom. A mai napon én most meg fogok mutatni egy olyan termékcsaládot, amit kifejezetten a cég egyik zászlós hajójaként magas bioflavonoid tartalmú antioxidáns kapacitású termékekről áll. Cégünk több mint 20 éve foglalkozik bioflavonoidok kutatásával, hatásaival, terjedt a termékek fejlesztésével. Ennek eredményeképpen jött létre, több mint 20 évvel ezelőtt már is került piacra a Flavin 7 készítmény, és azóta számos fejlesztés, amiről ma még többet is fogunk hallani, laboratóriumi munkát, tehát számos fejlesztés, és termék tapasztalatok kapcsán is számos visszajelzés kapcsán is sok fejlesztés történt. Én ezeket a készítményeket most önöknek megmutatom, majd a későbbiekben a laboratóriumi vizsgálat eredményeinket is a professzor úr mutatnám, a doktor úr pedig praxisában, hogy tudja használni ezeket a készítményeket kiegészítő terápiaként. Cégünknek egyébként ez az egyik zászlós hajója, bástyája az antioxidáns hatású készítmények, viszont nagyon nagy mennyiségben gyártunk másfajta ételkiegészítőket, speciális gyógyászati tápszereket, különböző funkcionális élelmiszereket is. A palettákon vannak vitaminok, ásványok, nyomelemek, mint ahogy nagyon sok más ilyen területen ez megszokott, de aminósavak, enzimek és hát sorolhatnánk még egyéb természetes alkotói dolgok. A mai nap az antioxidánsokról fog szólni, és részben, egy kisebb részben egy másik nagyobb vaskos fejlesztési területünkről, az őssejtek hasznosíthatóságáról. Először is akkor nézzük át azt, hogy hogy alakultak ki és hogy fejlődtek ki ezek az antioxidáns készítményei. A Flavin 7 készítményünk az első olyan készítmény, mint betegség megelőzése, prevenciós jelleggel antioxidáns készítményünk ajánlunk. Hétféle gyümölcsből készül az ital, ez jellemzően folyadék formájában fogyasztandó, viszont vannak flavén kapszuláink is, amik ezeknek a növényeknek a rostanyagait tartalmazzák. Most a folyékony leghatásosabb formulákról fogok ma beszélni. Általában a flavonoidok, hogyha az ember az interneten, akár a bulvár médiától elkezdve a nemzetközi tudományos ügyek tárházaig keres flavonoid féleségekre, antioxidánsokra, illetve a növényi antioxidánsokra, a hatásterületek nagyon széles tárházát találja meg. Nagyon érdekes ez, hogy ezek a vegyületek milyen széles hatásterülettel bírnak a szervezetünkben. Ez egyrészt köszönhető annak is, hogy nagyon sokféle fajta vegyületről beszélünk. Másrészt köszönhető annak is, hogy azok a tápanyagok, amiket az ember jellemzően az evolúció során fogyasztott, nagy mennyiségben tartalmaznak ilyen antioxidáns anyagokat, ilyen növényi komponenseket, és ezért ugye a természetes szelekció révén, aki ezeket jobban tudta hasznosítani a betegségek elkerülésében, az nagyobb eséllyel tudta tovább örökíteni a genetikáját. Csak a teljes igénye nélkül, hogy ezeket a flavonoidokat és ezáltal a Flavin 7-et miért érdemes fogyasztani. A flavonoidokról és egyébként a Flavin 7-ről nekünk laboratóriumi vizsgálatot is nagyon már bebizonyosodott, hogy nagyon jó immunstimuláns hatású, tehát az immunrendszer nagyon jól felkészít a különböző betolakodók ellen. Van egy antioxidáns hatása, van egy daganatellenes hatása ezeknek a flavonoid komplexeknek. A daganat kialakulásnak számos pontján, mind az iniciációtól a legvégső metasztázisig, számos ponton képesek a különböző flavonoidok
a szervezetünkre olyan hatással, a sejtjén működésére, amelyek ezeket gátolják, ezeket a folyamatokat. Aztán ugye van egy immunerősítő hatás is, egy másik nagyon nagy terület a flavonoidok kapcsán, a szívérendszeri terület, ahol kezdve az érfalak rugalmasságának javítása, a hajszálerek erősítési, a vérlemezkék összetapadásának gátlásánál az ilyenfajta hatásig minden területen tudnak segíteni ezek a növényi komponensek. És az első készítmény a flavonoid termékcsaládunkban, amit általában ajánlni szoktunk, ez a Flavin 7 ital. Ez a Flavin 7 ital. Amit a Flavin 7 italról tudni kell, hogy 7 féle vörösbogyós gyümölcsnek a molekulaszeparált kivonatát tartalmazza. A 7 növényről, 7 gyümölcsről itt látható a gyárba, vörös szőlő, fekete szede, fekete ligézvé, kocka, szilva és tökénynek a molekulaszeparált kivonata. És az ital egy rendkívül kellemesen fogyasztható, egy kicsit édeskés ízű itallá vált a legutolsó fejlesztésünkkel karöltve, ahol stéviával édesítettük, amivel így a gyomornak és a fogyasztóság kapcsán nagyon pozitív irányba fejlődött a készítmény. Amit a hatásáról tudni érdemes, az antioxidáns kapacitásáról, ezeket a növényi komponenseket, a flavonoidokat és polifenolokat nagyon nagy mennyiségben tartalmazza, literenként 40 000 mg-ot tartalmaz ez a készítmény. Ez mondhatjuk úgy, hogy egy hétköznapi fogyasztásra szánt flavonoid készítmény prevenciós jelleggel, viszont van egy olyan változata, amit mi Flavin 7 Premiumnak neveztünk el, ahol nem csak a gyümölcsöknek a kivonata található a készítményben, hanem már a kutatásaink és a nemzetközi kutatási eredmények figyelembevételével extra prémium összetevőket, átom prémiumnak nevezett összetevőket tettünk még ehhez a italhoz, ehhez a hétköznapi italhoz, és ezek a extra összetevők, itt fel van sorolva a 7 darab hozzáadott extra komponens, apigeni, hesperidin, kemferol, percetin, ezek ilyen növényi komponensek, viricetin, resveratrol, szilimarin. Nem tűnik nagy különbségnek ez első ránézésre, viszont hatásában a két készítmény között hatalmas különbséget tapasztaltunk, hiszen eleve 10 mg-mal literenként magasabb a flavonoid tartalma, ezáltal magasabb az antioxidáns kapacitása ennek az italnak. Ezekről a polifenolos vegyületekről pedig bizonyítást nyert, hogy azokra a területekre, amire mi ezt készítményt szánjuk, amit az elején az első pár diából megmutattam, laboratóriumi vizsgálatok tömkelege bizonyítja, hogy ezek a flavonoidok nagyon hatásosak ezekre a területekre. Csak hogy egy példát mondjak, például a miricetin nagyon hatékonyan javította a sugárterápiával kezelt betegeknek a terápia hatékonyságát, a sejtek érzékenységét a sugárterápiára. A resveratrolról azt hiszem nem is kell túl sokat beszélni, hiszen azt a legtöbb ember ismeri, már csak a francia paradoxon végett is, ami egy elég nagy merítésű ilyen vizsgálat volt. Vagy vannak olyan területek, mint például amit a szilimarin érint, ami nagyon hatékony, májvédő hatású flavonoid. Ezeknek egyébként több formája gyógyszeralapanyagként is funkcionál. Nyilván itt természetes formában, növényi kivonatként van ezeknek a készítésben benne. Tehát ez a két termék, a Flavin 7 italokat, jelenleg a Flavin termékcsalád, ez a két termék képviseli itt Romániában,
és gyakorlatilag a mi termékkollektánkon a flavénhit italok hétköznapi fogyasztásra szánt prevenciós flavonoid készítmények, gazdag bioflavonoid tartalommal fogyaszthatók gyerekkortól a legidősebb korig az ilyen fajta problémák, ezeknek a betegségeknek az elkerülése érdekében. De a fejlesztéseink nyilván nem ennél a két készítményén álltak meg, nagyon sok egyéb irányba fejlesztettünk, melyeknek kutatási eredményeket is alapul véve végül kész fogható termékek lettek a végeredményei. Az egyik ilyen a Flavin 77 termékcsaládunk, melyre nagyon sok egyéb terméket építettünk föl. Ahogy a Flavin 7-ről kiderült már, hogy 7 féle gyümölcsnek a molekulaszeparált kivonata, addig bázisanyagként a Flavin 77-ben nem 7, hanem 77 féle gyümölcs található. Nem is kifejezetten csak gyümölcsök, hanem maga a bázisanyag, gyümölcsök, virágok, magvak, fűszerek, gyökerek és leveleknek a kivonata, őrleménye, éppen melyik verzióban, melyik a legjobban hasznosítható formula, ennek a komplexe. Ezt szoktam én leegyszerűsítve a bázisanyagnak hívni, amivel nagyon sok vizsgálatot is végeztünk, és alapjául szolgál a termékcsaládban résztvevő termékeknek. Ugyanis az összes készítményben ez a 77 féle komponens megtalálható, de ki vannak egészítve különböző extra összetevőkkel, amivel specializáltuk a készítményeket olyan irányokba, amikre a bioflavonoidok nagyon hatásosak. És hát a Family az a termékcsaládnak az olyan készítmény, amit mindenkinek ajánlunk a hétköznapokban napi fogyasztásra, kisgyerekkortól időskorig fogyasztható, és két irányzat, két specializált terület található ebbe a készítmény családba. A cito az kifejezetten olyan extra összetevőkkel gazdagodott, melyek hatással vannak a daganatos sejtek működésére, azoknak a előretörését gátolják, kialakulását gátolják. Itt egy pár fával ezek közül sorolva, brokkoli, apigenin, szirimarin, resveratrol, vagy a zölddeának az egyik ilyen polifenolos vegyülete, a epigallokat, epingallát, EGCG röviden. És a másik specializált terület pedig kifejezetten a kardiovaszkuláris területre specializált készítmény, ami olyan extra összetevőkkel gazdagodott, ami nagyon nagy segítsége vannak a szív működésben, az érrendszer és az érhálózat egészségének megóvásában, vagy helyreállításában, például az érfonált eresztő képességek optimalizálásában. Ugye a 77 féle bázisanyag adott, és ebből kialakult három készítményünk, viszont a nemzetközi kutatási eredmények alapján azokat egy végeredményi metaanalízist végezve azokkal, és ezekből eredményeket, konklúziókat levonva ezt a termékcsaládot már nem csak általános epigeniológiai adatok szerint fejlesztettük tovább, hanem kifejezetten genetikai alapokon nyugvó, működési elven nyugvó készítményeket fejlesztettünk. Itt három specializált területet különböztettünk meg, szintén egy cito és egy kardió területet, valamint egy timing elnevezésű, ami már a genetikai információ védelmére szolgáló anyagokat is tartalmaz. De hogy kell ezt elképzelni? Talán ez az ábra nagyon jól megmutatja azt, hogy ezeket a készítményeket milyen gondolatmenet szerint fejlesztettük ki. A képen látható 5 ember. Ha rájuk nézünk, vannak köztük szemmel látható különbségek, ugye? Megvárom, hogy mikor van vége. Hát akkor a kérdés nem ment el.
Köztük szemmel látható különbségek vannak. Különbözik a nemük, a koruk, nyilván a bőrszínük, a szemük formája, a hajuk színe, és hát sorolhatnánk még. Ezek külső szemmel látható tulajdonságok. Viszont vannak olyan tulajdonságok, amik szabad szemmel nem láthatóak, de ugyanígy genetikai alapon vannak ugye a genetikánkban összefoglalva, belekódolva, és ilyenek például a különböző betegségekre való hajlamosító genetikai faktorai. Vajon a kettő között van-e átmenet? Van-e olyan mezgye, ami érinti ezt a két területet? Természetesen van, ugyanis ha feltesszük a kérdést, hogy ötük közül melyikőjük a leghajlamosabb, például a bőrdaganatok valamelyik formájának kialakulására, akkor mi lenne a válasz vajon? Hogy a szőke, a fehérbőrű hajlamosabb a bőrdaganat kialakulására. Ez egy szabad szemmel látható tulajdonság, mégis már azt mondjuk, hogy egy betegségre való hajlamosító tényező. Nagyobb rizikófaktor gyakorlatilag, ez a fajta nagyobb rizikófaktor jelent ez a fajta bőrtípus. A kérdés az, hogy ő mit tehet ebben az esetben, például nem megy napra olyan időszakban, vagy pedig valami olyan faktorú napvédő krémet használ, ami nagyon megvédi az ő bőrét a káros sugárzástól. Ezek mind-mind prevenciós lépések, nem utólag teszi meg, előre teszi meg. Gyakorlatilag ugyanezen az elven előre kell megtennünk azokat a prevenciós lépéseket a betegségek kialakulására, amit genetikai alapon belénk vannak kódolva. És ennek kapcsán 16 nagyon jellemző polimorfizmust vizsgáltunk meg, ami bizonyos betegségtípusokra hajlamosító tényezőként hatnak. Látható különböző szívérendszeri betegségek csoportjára hajlamosító területek, és vannak daganat kialakulására vagy tüdő problémákra hajlamosító területek. Valamint van egy nagyon fontos faktor, a D-vitamin receptort kódoló genetikai terület, ami a D-vitamin hasznosulásáért felelős területet mutatja. Ezeket figyelembe véve, ezeknek a genetikai területeknek, a működésnek, a kifejeződésnek a segítését vagy gátlását adott esetben, amelyik éppen szükségesebb, különböző tápanyagokkal megtehetjük. A táplálékaink különböző összetevőivel. Ezeket az összetevőket gyűjtöttük össze a vizsgálataink és kutatásaink alapján, és kétettük bele ezekből a készítményekbe, és így kialakul a genetikai alapokon nyugvó készítmények termékcsaládja, ami a G77 kardió specializálva a szívérendszeri területre jelenti, a citokén elnevezésű, az kifejezetten olyan anyagokat tartalmaz, mely a genetikai információt védi a sejtjeinkben. Itt mondhatnánk, hogy nincs hova tovább, de természetesen van ilyen készítményeket, az összetétel alapján tudunk sokkal magasabb hatóanyagtartalommal is készíteni, és el is készítettünk a Flavin 77 Premium néven, mely gyakorlatilag a 77-féle összetevő nagyon sok extra összetevőben kiegészítve készült el, egy sokkal magasabb hatóanyagtartalmú készítmény, de a termékcsaládnak ilyen szempontból a csúcsát a Flavin 77 Premium Life képviseli, ami gyakorlatilag a legmagasabb antioxidáns kapacitással bíró készítményünk jelenleg, és a legnagyobb skálában tartalmazza ezeket a bioflavonoidokat. Hogy mi alapján lettek az extra összetevők összeállítva, azt ez a táblázat teljesen mélyen tartalmazza, olyan mennyiségbe kerültek bele ezek a prémium összetevők, melyek a nemzetközi tudományos eredmények és népegészségügyi megfigyelések alapján már terápiás dózisnak számítanak, így
gyakorlatilag a 10 milliliteresével fogyasztva ezt a készítmény már egy adott betegség területre terápiás hatással tudunk lenni. Itt már nem csupán betegség megelőzésről beszélünk, hanem ennél sokkal komolyabb hatásterületről. Amellett, hogy a Flavin 77 készítményeket és a Flavin 7 készítményeket nevezzük cég zászlós hajójának, gyakorlatilag a legnagyobb tapasztalattal bíró területünknek, van egy másik nagyon vastos kutatás és fejlesztési területünk, ez pedig az ősejt szaporító készítményeknek a fejlesztése. Túl gyorsan. Gyakorlatilag itt jó is utaltunk egy pár másodperc szünetet, hiszen ez egy témaváltásnak felel meg a két téma között. A két téma részben egyezik, nagyobb részben viszont azért eltér egymástól. Itt a készítmények kapcsán mondom ezt, ugyanis ezek a készítmények két tégelyt tartalmaznak. Egy-egy ilyen doboz kettő tégelyt tartalmaz. Az A komponens jelölése az a Flavin 77 rostanyagait jelöli egy olyan kapszulában, amit ezt egy nagyon magas antioxidáns kapacitásra bíró kapszulával. A P komponens pedig maga az őssejt szaporító komplex, amit kifejlesztettünk a Népegészségtani Intézetben. Tehát nagyjából, amit tudni érdemes az őssejtekről, nagyon röviden, hogy a rendkívül sok elpusztult sejtünk, ami folyamatosan most az önök szervezetében és az egyénben is éppen természetes módon is megtörténik, elpusztulnak, ezeket a szervezetünk különböző módon pótolja. Pótolja a sejtosztódással, aminek a száma nyilván végleges mindenfajta sejtünknél, és pótolja őket, éppen ezért szükségesen pótolja őket őssejtekkel, és ezek az őssejtek azok, amik a szervezetünknek egy természetes megújulási lehetőséget nyújtanak. A célunk az volt, hogy különböző olyan tápanyagokat gyűjtsünk össze, olyan étrendi összetevőket, melyekkel ezt a fajta regenerációs kapacitást növeljük. Két lépésben lehet azért ezt inkább elmondani, hogy egyrészt növelje az aktív őssejtek számát a szervezetben, ami pedig okozzon többletregenerációt a szerveinkben. Nagyjából 1000 anyagot vizsgáltunk meg, anyagot és hatást ennek érdekében, és szétválogattuk őket az alapján, hogy növelik-e az őssejtek szintjét a perifériás vérben, esetleg nem befolyásolják, nyilván ebből volt a legkevesebb, vagy pedig csökkentik az őssejtek számát a vérben, és azokból, melyek növelték ezt a számot, válogattunk ki egy komplexet, egy hatóanyag komplexet, mely a bázisanyagokat szolgál, például az Olympic Stemix-szel 200%-os készítménynek. És ez a jelölés, a 200%-os jelölés azt mutatja, hogy az eredeti, egyébként genetikai alapon mindenki számára különböző őssejt számot, aktív őssejt számot a duplájára emeli, a 100%-ot 200%-ra. A jelenleg forgalomban lévő legmagasabb hatóanyag, leghatékonyabb hatóanyag komplexünk 250%-os, 2,5-szereste emeli ezt a keringő őssejtek számát a perifériás vérben. A vizsgálatainkról a későbbiekben lesz még szó. Amit meg szeretnék még mutatni ezzel kapcsolatban, egyrészt az, hogy a 250%-os hatóanyag komplex a legkomolyabb ilyenfajta komplexünk jelenleg, és ezek a készítmények már a sejtjén működését támogató anyagokat is tartalmaznak, Q10 koenzimet, vagy például Q1 koenzimet, mely a szervezetünk nagyon, vagy a sejtjeink ki tudják hozni a maximum hatékonyságot működésükből. Ennek érdekében egy növényi kapszulába került bele a készítmény,
ez egy kiseredett felszívódású kapszula, ami a gyomor savas közepén átjutva a vékony bél területén engedi ki ezeket a hatóanyagokat, megvédve őket a gyomor savas közegében. És a termék család jelenleg úgy épül fel, van egy bázis készítményünk, az Olympic Stemitzer 200%-os, ennek a 250%-os megfelelője, és két specializált területünk van, a vizsgálatunk alapján kifejlesztett Olympic Stemitzer SL jelölésünk, amit kifejezetten cukorbetegek számára ajánlunk a hasnyálmirigy degeneráció kapcsán a többlet inzulin termelés segítésére, és van egy neurogenezist támogató készítmény, ami kifejezetten az idegrendszer, az idegpályáink újra épülését segíti. Nyilván ez egy lassabb folyamat és egy nehézkesebb folyamat, de már bizonyítást nyert, hogy az őssejtek segítségével, a csontfelőjét felnőtt őssejtek segítségével az idegpályák, az idegsejtek újra termelhetők és ezáltal az idegpályák újra működésbe tudnak lépni, nem a régiek, hanem újra tudnak ilyen módon fejlődni. Én köszönöm szépen a figyelmet, mulțumesc pentru atenție!